Ünnepi rendezvényt tartottak a pécsi dohánygyárban szerdán. 110 éve kezdődött el a termelés a létesítményben. Ez alkalomból egy emléktáblát is avattak az üzem udvarán. Az ünnepi pillanatok után az igazgatót kérdeztük arról, hogyan alakult át a termékkínálatuk. A BAT is a dohányiparnak a megújulásával megy együtt. Ugye gyakorlatilag itt az a célja a dohányiparnak, hogy olyan újfajta termékeket tudjon a fogyasztók, a felnőtt fogyasztók számára biztosítani, amelyek potenciálisan kevésbé károsak. És ilyenek például ezek a nikotinpárnák, amiket itt Pécsen gyártunk, és azt gondoljuk egyébként, hogy ennek egy nagyon nagy jövője is van. A pécsi dohánygyár jelentős foglalkoztató a városban. A dolgozók számát növelni szeretnék, tudtuk meg Orosz Zoltántól. Itt Pécsen 820 főt foglalkoztatunk. Egyébként Budapesten van még egy kereskedelmi irodánk, ott még 100 embernek adunk munkát. És hát ugye a jövőről mit mondhatok? Annyit szeretnék mindenképpen mondani, hogy most jelenleg is 50 álláshelyünk van, üres álláshelyünk, és szeretnénk 50 embert fölvenni. Most délelőtt, mielőtt ide érkeztem, akkor egyébként beszéltem a gyárnak a vezetőivel, és ők mondták nekem egyébként, hogy nyugodtan mondjak 65-öt. Mert év végéig még további 15 embert szeretnének felvenni. 2019-ben 7,5 milliárdos beruházásnak köszönhetően kezdte meg működését a legújabb pécsi gyáregység, amely nikotinpárnákat állít elő. Ezt külföldre exportálják. Ez a terméktípus, akárcsak az e-cigaretta és a hevítéses dohánytermékek, a kevésbé káros kategóriába tartoznak. A BAT 2030-ra globálisan 50 millió fogyasztót szeretne ellátni füstmentes termékekkel, amiben a nikotinpárna és az e-cigaretta mellett a hevítéses dohánytermékek is kulcsfontosságú szerepet játszanak.